Sziasztok! Elérkeztünk a heti Xiaomi legújabb részéhez. Elég sok érdekes hírről fogunk most beszámolni, köztük a Redmi Note 11 széria megjelenéséről. Vágjunk is bele! Bemutatták a Redmi Note 11 családot. A Redmi Note 11 5G a család legkisebb tagja. Tudásban és árban is egy belépő szintű telefonnak felel meg, mégis vannak olyan tulajdonságai, amik kiemelik a sorból. A készülék adja egy MediaTek Dimensity 810-es lapka, 4, 6 vagy 8 GB RAM és 128 vagy 256 GB tárhely társaságában. A képernyő egy Full HD pluszos IPS panel, amely 6,6-szoros és képes a 90 Hz-es képfrissítésre 240 Hz-es mintavételezés mellett. Az akkumulátor itt 5000 mAh, amelyet 33 watt-tal tudunk tölteni. A főkamera 50 megapixeles, f1.8-as sekkesszel rendelkezik. A hátlapon még egy nagy látószögű szenzor is helyet kapott, amely egy 8 megapixeles Sony érzékelő és 119 fokot lát be. A selfie kamera 16 megapixeles és f2.45-ös rekeszű. GPS, Beidou, GLONASS, valamint Galileo támogatottság jellemzi a készüléket. Ára, RAM és tárhely mennyiségétől függően 56 000 és 80 000 forint között mozog. A Pro változat már sokkal kecsegetőbb specifikációkkal rendelkezik. Itt a készülék adja egy MediaTek Dimensity 920-as, amely egy 5160 mAh-s akkumulátorból táplálkozik. Ezt akár 67 wattos töltővel is tölthetjük, amely megtalálható a dobozban. Itt már egy Samsung AMOLED panelt kapunk, amely szintén Full HD pluszos felbontással rendelkezik, viszont 6,67-szoros kijelző már képes 120 Hz-es képfrissítésre, valamint 360 Hz-es mintavételezésre. A csúcs fényereje 1200 nit. A RAM és tárhely opciók megegyeznek a kis tesóival, azzal a kivétellel, hogy itt már nem tudjuk 4 GB RAM-mal megvásárolni a készüléket. A főkamera itt már 108 megapixeles és f1.89-es rekeszű, a nagy látószögű kamera pedig 8 megapixeles és 120 fokot lát be. A hátlapon itt még helyet kapott egy 2 megapixeles makrolencse is. A selfie kamera egy 16 megapixeles szenzor. Ára RAM-tól és tárhelytől függően 93 és 113 ezer forint közé esik. A Redmi Note 11 Pro Plus annyiban különbözik a sima Pro-tól, hogy az akkumulátor ugyan minimálisan kisebb lett, itt már csak 4500 mAh, viszont megkapta a Hypercharge töltési technológiát, így 120 watt-tal tölthetjük a készüléket, ráadásul a dobozban megkapjuk az ezzel kompatibilis fejet is. Ezen kívül még bemutatták a Redmi Note 11 Pro Plus Yibo Designt is, amely egy különleges hátlappal rendelkezik és színvilága is előtt a sima modellektől. Holografikus réteget üveg hátlap jellemzi, a Redmi felirat pedig minden szögből más-más árnyékot vet. A sima modelleket már tegnap óta meg lehet vásárolni Kínában, míg a Yibo Designra 14-éig várnunk kell. Bemutatkozott a Redmi Watch 2 és a Redmi Buds 3 Youth Edition. A Redmi Watch 2 az előtthöz képest kisebb kávákkal rendelkezik, a kijelző mérete 1,6 inch, ami ezúttal AMOLED. Felbontása 320x360 pixel. A hivatalos infók szerint normál használat mellett 12 napot fog bírni az óra egyetlen feltöltéssel. Erre az előtt csak energiatakarékos módban volt képes, ezt az előrelépés nagyban köszönhető az AMOLED panelnek. Az óra lelke egy Apollo 3.5-ös chip. 117 különböző sportmódot támogat, köztük az úszáskövetést is. Az eszköz 50 méterig vízálló. Ezen kívül megtaláljuk a szokásos alváskövetést és pulzusszám ellenőrzést, ezen felül véroxigén szintmérésre is képes az óra. A Redmi Watch 2 támogatja a GPS, GLONASS, Galileo és Beidou műholdakat és NFC-vel is rendelkezik. Kínai ára nagyjából 19 000 forint. Az új fülhallgató 18 órás üzemidőt ígér és USB-C porton keresztül tölthető. Bluetooth 5.2-n kapcsolódik eszközünkhöz és IP54-es tanúsítvánnyal rendelkezik. Úsztatni nem lehet, de egy kis esőtől elvileg nem fog tönkre menni. Aktív zajszűréssel nem rendelkezik, kedvező árral viszont igen, nagyjából 5000 forintba kerül ez a kínaiaknak. Globálisan is rendelhető a Redmi G2021 Gamer Laptop. A specifikációk alapján nem rossz masinák ezek, viszont külföldről beszerezni őket nem a legjobb üzlet, ugyanis a drágábbik Ryzen 7 5800-as modell AliExpressen 679 ezer forint körül mozog, azonban erre még jön a 27%-os áfa, a vám és a vám kezelési költség, mivel nem euraktáros termékről beszélünk. Lei Yun a Xiaomi vezére lemondott különböző tisztségeiről a Xiaomi leányvállalatainak egy részénél, azonban továbbra is marad a Xiaomi ügyvezető igazgatója, elnök vezérigazgatója és az elektromos autó divízió vezetője. Már korábban is beszéltünk róla, hogy a legújabb Xiaomi karkötő, az Mi Smart Band 6 NFC,
alkalmas pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. Az aktivitásmérők közül ez az első, ami Európában is hivatalosan használható, nem kell semmilyen köztes céget bevonni. A képernyőn látható bankoknál lehet kihasználni az NFC adta lehetőségeket. Hogy Magyarországon mikor lesz elérhető a funkció, még nem tudni, de egy biztos, még jó sokat kell aludni, mire itthon is fizethetünk majd az aktivitásmérőnkkel. Remélhetőleg erre nem kell 5 évet várni, mint az Apple Pay-re. Köszi szépen, hogy végignézted a videót. Amennyiben tetszett, kérek nyom egy lájkot, és hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor pedig iratkozz fel. A következő videóig vigyázzatok magatokra. Addig is, sziasztok!